szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, állandó vendégem Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, aki nem csupán a sakk játékban játékosként bizonyította már számtalanszor a tudását, hanem edzőként, felkészítő mesterként is. Beszámoltunk az előző adásban. Ezt nem azért mondtam, mert hogy az én edzőm is Péter, mert én nem tudok valami szép eredményeket felmutatni, de vannak olyan fiatal titánok, akik igencsak. Az előző adásunkban beszámoltunk a megye sakk életében történt fő eseményekről, beszámoltunk a 16 éven aluliak sakkolimpiájáról. A mai adásunkra egyetlen sakkesemény maradt még talomban, amiről nem számoltunk be. Nyáron, augusztus hónapban Kisvárdán rendezte meg a Magyar Sakkszövetség a régió sakkiskolák csapatbajnokságát. A magyar sakkutánpótlás szerkezete ugyanis akként néz ki, hogy az ország fel van osztva különböző régiókra, a régiók élén regionalizálva ifjúsági nevelő sakkiskolák léteznek, ezekből a legtehetségesebbek kerülhetnek be a Maróczi Géza központi sakkiskolába, és minden évben megmérkőznek az egyes régió sakkiskolák egymással csapatbajnoki rendszerben, hirdetnek győztest, és a legjobbak kerülhetnek be a központi sakkiskolába. Péter, milyen volt az augusztusi régiós kupa, hogyan szerepeltek fiaink, a kelet-magyarországi régió sakkozói és lányai? Mesélj, augusztus 6 és 9-e között Kisvárdán volt megrendezve, nagyon kiváló körülmények között. Ugye a Bessenyei György gimnázium dísztermében tudtak játszani ezek a fiatalok, ami egy nagyon patinás versenytermet jelentett. Ugye a kollégiumban tudtak ugye aludni, és ott volt ugye nem mellett az étkezés is, tehát minden egy helyen, tehát ez egy sakkozónak teljesen ideális körülmény a játékra. Emellett nagyon-nagyon jó szabadidős programok voltak megrendezve, ugye emellett volt éjszakai fürdőzés, ami nagyon tetszett, tehát nagyon nagy élménnyel Tértek haza a fiatal sakkozók. Az ország minden szegletéből jöttek ugye hozzánk, tehát ez az egész országot lefedi. Ugye ez a régiós kupa, és ugye hát elviekben a legtehetségesebb utáni korosztály játszik ezen. Ugye az a lényege a régiós sakkiskoláknak, ugye amiről beszéltünk, ugye a Maróczi Géza központi sakkiskola, ami ugye egy, ahova a legjobb, legtehetségesebb játékosokat veszik fel, és ugye az a célja ennek a sakkiskolának, hogy ugye kineveljenek olimpikonokat, és nagy felnőtt válogatott játékosokat. Ugye ide jár többek között ugye Raporti Hárd is, aki már ugye válogatott, Gajdura Benyámin is nagyon sokat töltött el az iskolában, és ugye a lányok közül Papp Petra járt még ide, és ő szintén is magyar válogatott. Női magyar válogatott, tehát női magyar bajnok. Tehát mindenképp az a célja, tehát ennek az egész központi sakkiskolának, hogy ugye magyar válogatottakat neveljünk ki, és ennek ugye az alsó, vagy az előző lépcsője a régiós sakkiskola, ugye ahol ugye ezek a régiós kupa eldőlt. Ugye tavaly évben ért el a kelet-magyarországi régió legjobb eredményét, ugye második helyen végeztünk a Balatonon. Idén harcoltunk a harmadik helyért, igazából második-harmadik helyért, de a rangadókon egy pici plusz hiányzott, és így a negyedik helyen végzett a régiónk. Azt hiszem, ez is egy szép siker. Mindenképp szép siker, ugye az első felébe voltunk, ugye 8 régiós csapat játszott a versenyen, ugye 8 régióra van felosztva így az ország, és ebből ugye az első 4-be sikerült bekerülni, ami én úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredmény. Ugye a megyénkből, ugye a megyénket jelenti, és Hajdú-Bihar megyét jelenti a kelet-magyarországi régiós sakkiskola. Ugye körülbelül fele-fele arányban voltak játékosok. A legjobb pontszerzőnk
Varga Marcell lett, aki 7-ből 6 pontot szerzett, és fantasztikus játékkal segítette. Tehát méltó volt az édesapjához. Igen, de hát többen természetesen jól szerepeltek, ugye Blahotan Marcell is pluszban maradt, ő is szépen játszott, jól játszott a versenyen, nagyon jó volt, de az éltáblán is ugye van egy nagyon nagy tehetségünk, Olli Rebeka Sára, aki ugye Hajdúböszörményben él és sakkozik. Ő volt ugye a harmadik táblán, ő is nagyon-nagyon jól játszott, és végül is a többiek is ugye az elején és a végén is ott voltak. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon jó versenyt láttunk. A versenyt ugye immár negyedik éve a Közép-Dunántúli régiós sakkiskola nyeri. Hát azt hiszem, hogy a legjobban ők vannak felépítve, nagyon működik legjobban a sakkiskolai rendszer, és ezt már az eredmények is mutatják. Tehát ők több megyéből is dolgoznak, és járnak hozzájuk gyerekek, ami országos szinten nagyon-nagyon erős játékosokat jelent. Ugye második, harmadik helyen a Mattolna végzett, ahol ugye alapból ugye a Paksra épül, ugye a Pakson is jó utánpótlás van, ugye ott is a környékén, Decs, dunaújvárosi fiatalok voltak ott. Ők lettek a második, harmadik pedig a budapesti regionális sakkiskola lett. Én úgy gondolom, hogy felvettük velük a harcot, ott voltunk, egy pici szerencsém, hogyha rangadót tudtunk volna nyerni, akkor előbb végezhettünk volna, ami még hozzá tartozik, hogy gyakorlatilag szinte 4 éve veretlen, tehát nem verte meg senki a Közép-Dunántúli régiós sakkiskolát. Ezt most nekünk majdnem sikerült, 4,5-3,5-re kaptunk ki az utolsó fordulóba tőlük, de 2 teljesen nyert állás sikerült eldöntetleneznünk, és így ugye így fordult meg. Az lett volna egy hatalmas eredmény, hogyha tényleg mi sikerült. Mi verjük meg az abszolút bajnokot 4,5-3,5-re. Hát jövőre, hát ha sikerül, a szerencsefaktor hosszú távon kiegyenlítődik, lesz, amikor mellettünk lesz majd Fortuna. És még annyit kellene mondani, hogy természetesen nagyon jól szervezett, nagyon jó verseny volt, ami köszönhető ugye Csörsz Ferencnek, aki a Magyar Sakkszövetség elnökségi tagja, és igazából az ő segítségével sikerült ilyen kiváló körülményeket biztosítani ez a versenyhez, mind magát ugye a verseny helységet, a szállást, mind a szabadidős programokban fantasztikus munkát végzett igazgató úr, és ezért nagy köszönetet szeretnék neki innen is mondani. Bízok benne, hogy a központi sakkiskolába, Maróczi Géza sakkiskolába megfelelő utánpótlás érkezik a régió sakkiskolákból. Az előző adásunkban Maróczi nagymesterről kezdtem el beszélni, igyekeztem bemutatni életútjának az első, a fényesebb időszakát, és azt hiszem, hogy ezek után nézőink megértik, hogy miért is nevezik a központi sakkiskolát Maróczi Géza központi sakkiskolának. Említettem, hogy Maróczi nagymester 1908-ban befejezte az aktív versenysakkozást, megnősült, és igyekezett a polgári életben biztosítani az egzisztenciáját, addig ugyanis fix állása, annak ellenére, hogy a sakkban világklasszis volt, nem volt. Ezek után a nagymester elhelyezkedett, családot alapított, gyermekei születtek, és visszavonult a sakkélettől, mint említettem, a Tanácsköztársaság idején társadalombiztosítási területen állást vállalt, ezek után 1920-ban elvesztette az állását, elhelyezkedni nem tudott, és másik, idézőjelben értve tanult szakmájához, a sakkhoz tért vissza, bekapcsolódott a nemzetközi sakkéletbe, és újra versenyezni kezdett. Kezdetben döcögve ment neki a sakkozás, később azonban újra nyert világversenyt, 53 évesen, és egyre inkább a sakk szakkönyvírásba és az utánpótlás nevelésre helyezte a hangsúlyt, hiszen az életévek gyarapodásával már nem mehet olyan jól a sakk, mint 20-30 évvel azt megelőzően.
Maróczi Géza a versenysakkozást 66 évesen fejezte be, addig azonban már inkább a edzősködéssel aratott világszínvonalú sikereket. Az ő tanítványa volt az első sakkvilágbajnok, női sakkvilágbajnok, Vera Mencsik, aki Polgár Judit megjelenéséig az abszolút női sakkfenomén volt. Egyébként a II. Világháborúban bombázás miatt vesztette életét 1944-ben. És Maróczi nagymesternek volt a tanítványa egy férfi sakkvilágbajnok is, a holland származású kétméteres dr. Max Öve matematika professzor. Maróczi nagymester évekig külföldön élt, egzisztenciális okokból az 1920-as évek végén települt vissza Magyarországra. A sakktól nem szakadt el. 1927-ben a FIDE, a Sakkvilágszövetség felélesztette, életre hívta a sakkolimpiáknak a rendszerét, és a magyar sakkélet természetesen számított a nagymesternek a segítségére. Akkoriban a nagymesterek száma nem ért el a 30-at, tehát azt, hogy Maróczi Géza 1927-ben nagymesterként vezette a magyar csapatot, ez azt jelentette, hogy ő még mindig benne volt 57 évesen a top 30-ban. A nagymester tekintélye óriási és leírhatatlan volt mind a világban, mind a magyar sakkválogatottban. Ezt csak annyival tudnám például jellemezni, hogy az első világháború után a vesztes államok sakkozói előtt az angol sakkszalonok és sakklubok ajtajai bezárultak. Maróczi Géza volt az egyetlen a világon, akit mindig tártkarokkal fogadtak Angliában és a világ más tájékán is. 1927-ben az első hivatalos sakkolimpián Maróczi nagymester vezette válogatott aranyérmet szerzett. A nagymester döntő módon akár a 16 évesek olimpiáján Gledura Benjamin, úgy Maróczi nagymester is meghatározó módon járult hozzá az aranyérem megszerzéséhez. A következő évben már nem szerepelhetett a sakkolimpián, mert hozott a FIDE egy olyan szabályt, hogy aki profi sakkozó vagy profi sakkozó volt, az nem játszhatott az olimpián, így a nagymester csupán tanácsaival segíthette a magyar válogatottat, ezzel a magyar válogatott megvédte az olimpiai bajnoki címét. Ezek után ezt a buta szabályt a sakkvilágszövetsége eltörölte. 1930-ban a soron következő olimpián, Prágában, ha jól emlékszem, a magyar válogatott az immár 60 éves nagymester vezetésével ezüstérmet szerzett. 3 évvel később a nagymester újra ringbe szállt, 1933-ban 33 évesen újra ezüstéremre vezérelt a magyar válogatottat. Hány évesen? Pontosan. 63 évesen. Csak krisztusi kor volt, akkor már kicsi idősebb volt a nagymester. Az utolsó olimpiája 1936-ban a rendkívüli müncheni sakkolimpia volt. Ekkor 8 táblán mérkőztek meg egymással a csapatok. Maróczi nagymester 66 évesen vállalta az első táblát, és immáró harmadszor aranyéremre vezérelte a magyar csapatot. Maróczi nagymester fiatal éveiben a pesti sakkiskola sarjaként egy rendkívül veszélyes kombinatív játékos volt, taktikai látásmódja borotva éles volt, érett nagymesterként viszont inkább már egy aktív, dinamikus pozíciójátékos volt. Ennek ellenére a keze bármikor villant, amikor kombináció lehetősége nyílt meg a számára. A képernyőn látható állásban Maróczi nagymester a sötét figurákat vezeti, 1922-ben járunk a Westoni angliai nemzetközi versenyen, ellenfele Louise nemzetközi mester. Világos az örökös sakk elérésével döntetlen eredményre törekszik, nagymesterünk azonban ezt nem engedélyezi. Annak ellenére, hogy meglehetősen szellős a királyállás, egy mutatós, gyors kombinációval matra, illetve vezérvesztésre állítja az ellenfelét. A táblán látható állásban Maróczi nagymester a D5-ön álló bástyával D4-en sakkot adott, és ezek után világos kénytelen volt kezet nyújtani. Azért is, mivel hogyha királyával G5-re lépne, arra megkapja a bástya 5 G3 sakkot, amire le kell adni a vezért, még szintén nem vezet üdvösségre a király H3, mert arra úgy szintén bástya üt G3 következhet. Még talán annyit, hogy a király G5,
akkor bástyűti G3 és vezérüti G3-ra futó F6 mat jönne, mert ha leütjük a vezért, akkor pat lenne az állás. Nagyon érdekes szerkezet, viszont futó F6 mat az ugye elviszi a fehér királyt. Itt fel is adta természetesen fehér ezt az állást, mert gyakorlatilag látta, hogy akármit lép, vége lesz a partinak. Úgyhogy lássuk a következő partit. Mint említettem, Maróczi nagymesternek a taktikai látásmódja, kombinációs képessége is kiváló volt. Ezt bizonyította a következő partiban, amit 1903-ban a bécsi nagy nemzetközi versenyen játszott. Ellenfele Mihail Csigorin, az orosz sakkozás állandó bajnok, az orosz sakkiskola megalapítója, aki bizony az egyetlen megfelelő ellenfele volt az első sakkvilágbajnoknak, Wilhelm Steinitznek. A megnyitás királycsel, annak is az úgynevezett Muzio McDonnell változata. A parti bemutatására téged kérnélek fel, nagymester. Jó, hát nézzük, ugye nagyon érdekes és tanulságos kis parti volt, és látványos, tehát nekem nagyon-nagyon tetszett. Világossal volt ugye Maróczi Géza, E4-jel kezdett, E5-tel folytatta. Fekete F4-je ugye a királycsel. Abban az időben ugye ez nagyon népszerű volt, ez a megnyitás, ami azért volt annyira népszerű, mert megborította, felborította az egyensúlyt, és ugye aktív tiszjátékkal nagyon érdekes taktikus állások jöttek ki. Tehát világos egy gyalogot áldoz a megnyitás kezdeti szakaszában, igen, azért, hogy nagy fejlődési előnyhöz jusson, és a fejlődési előnyt kihasználva taktikai csapást mérjen, sötéte adott esetben feladásra kényszerítse, vagy bemattolja. Hogyan alakult a parti? Leütötte fekete ezt a gyalogot, leüti F4, huszár F3-mal ugye fejlődött fehér, G5, ugye megvédték a gyalogot, futó C4. Ugye az egész nyitásnak az az értelme, hogy azonnal kifejlődik a tisztekkel fehér, és ugye fekete még egyetlen tisztjével se a huszárokkal, se a futókkal nem fejlődött. G4. Ugye ez egy nagyon érdekes lépés, ugye fekete ugye megtámadja azt a huszárt, nagyon sok jó helyre nem tud elmenni, de ami itt jön a meglepetés, nem is ment el, hanem huszár C3-mal folytatta fehér a fejlődés. Ez a Muzio csel. Igen. Amire ugye G üti F3 következett, és vezér üti F3-mal, ugye azonnal tiszt hátrányba került, de ha megnézzük, fehérnek három tisztje van kint, és fekete nem nagyon tud jól fejlődni. Ugye D6, hogy megnyissa a futó átlót, de még mindig nem a tisztekkel lép, D4 következett, futó E6, és huszár D5, ugye, hogy hirtelennyében még nem nagyon tudjuk cserélni itt a figurákat. Ugye következett C6, hogy hát, ha ez a varja és elmegy, de ugye, mint már láttunk a partiban, ezt a másik huszár se fogja fehér elvinni, hanem rövid sánccal, ugye a király biztonságba helyezte, és ugye már csak a futó, C1 futóval kell kilépni, és akkor az egész fejlődés befejezte fehér. Igaz, hogy két tisztet áldozott, de feketének ugye a királya, a középereket királyát nem tudják megvédeni. Meg ugye, ha azt nézzük, ez a két tiszt hátrány, ugye a H8 bástya, A8 bástyát, ugye azok nem játszanak a partiban. Mintha nem is lennének. Igen, ha nem is lennének. Tehát ez az úgynevezett ugye aktív játék tisztáldozatnak a lényege, a fejlődési előnynek a lényege, hogy ugye megvan a tiszt vagy az anyagi előny itt most feketének, de nem tudja őket aktivizálni, nem tudja őket játékba hozni, és ezért áll ugye rosszabbul. Emellett még a királyállása is elég gyenge sötétnek, röviden nem tud sáncolni, amíg hosszúra sáncol, ahhoz még értékes lépéseket, tempókat kell elvesztegetni, és ugye a világosnak az F3-on álló vezére és az F1-en álló bástya egy nagyon kemény üteg a leggyengébb pontra, az F7 pontra sötét állásában. Igen. Hogyan folytatódott a parti? C-üti D5-tel ugye fekete elfogadta ezt az áldozatot, ugye E-üti D5 következett, ugye megnyílt az E-vonal, az E-gyaloggal visszaütötte, ugye megnyílt az E-vonal, futó F5-tel ugye elment a futó, és futó üti F4-jel, ugye az utolsó tiszttel is kifejlődött fehér, és most jönnek ugye a nehéz tisztek azonnal majd játékba, ugye az A1 bástya, és ugye az F1 bástya, F3 vezér pedig már játékban van, hiszen ott az F vonalon hihetetlen nyomás fejt ki a fekete haderőre.
Futó G6-tal ugye megvédte az F7 gyalogot fekete, most futó B5 sakk jött. Ugye itt nem nagyon van jó lépés, egyetlen huszár D7, ugye kivédeni a sakkot, amire megérkezett bástya arról E1-re, tehát ugye az a bástyánk nem játszik. Hát világos hadserege maximális energiával igen, működik, ezt ki lehet jelenteni. Most aztán tényleg az összes figurája játszik fehérnek és támad. És még mindig az A8, H8 bástya, meg még a G8 huszár se játszik fekete haderőnél. Nem nagyon volt... Négy tisztje világosnak, mint hogyha ott sem lenne, csak fogja a helyet a sötét hát király. Hát igen, a feketének ugye a négy tisztje ott egyszerűen tud mit kezdeni. Futó E7-et kellett lépni, hogy valahogy ugye meneküljön, hogy ugye kivédje egyértelműen a sakkot. Ugye futó E7 jött, arra futó üti D6. Következett, ugye kihasználta a kötést, ugye az a futó E7-en, ugye nem tudja leütni a fehér futót, mert az E1 bástya ugye kötésben tartja azt a futót, mögötte a király ugye ott van. Király F8-al kiment a kötésből, és ugye ez egy típus áldozat szokott ilyenkor lenni, bástya üti E7 következett, ugye most megtartotta a kötést, csak most a D6 futóval tartja, ugye nem volt más huszár üti E7, és következett bástya E1. Ugye most az a tervem, hogy futőti E7-tel vezért szeretnék nyerni, és nagyon nem tud ez ellen mit tenni fekete. Király G7-tel menekült, ugye futőti E7, és vezér A5 következett. Ugye mi most megtámadta egyszer az E1 bástyát B5 futót, de vezér E2-vel fehér ezt megvédte, és ugye most fenyegetem a D7 huszárt leütni. Huszár F8 következett, és hát ez egy szép, nagyon szép taktikai kombináció, ugye, hogy hogy játszunk matra, ez hogyha feladványba tennénk fel, ez egy gyönyörű feladvány lenne, futó F6 sakk, ugye azonnal királyra, királyállás gyengeségeire tapint rá. Ugye, ha leütné a király, akkor vezér E5-tel a centrumba robogna ez a vezér, és ugye mattot adna a fekete királynak, nem volt más, mint király G8, és erre vezér E5-tel tovább folytatta a fehér ugye a nyomást, a fekete király, a H8 bástya, ugye amiről beszéltünk, nem játszik, de még le is fogják ütni. Hát futó üt H8 után konkrétan vezér G7 mat fenyeget, amit huszár E6-tal sem lehet védeni. Azt is leütjük. H6 következett, ugye amire futó üti H8, leütötte a bástyát, F6, ugye és vezér E7 következett, és király üti H8-ra pedig vezér üti F6 jött, és ugye most sakkra érkezett, és itt feladta fekete. Konkrétan, ha kimenne a király G8-ra, akkor bástya E7 következne, és a vezér G7 matt védhetetlenül érkezne ott. A huszár, ha csak egy lépéssel odázza el a dolgot, igen, nem történik. Fantasztikus jó parti volt. Hát ilyen a királycsel. Nézzük meg egy szép kombinációját Maróczi nagymesternek, aki akkor sem vesztette el a hidegvérét, ha nehéz helyzetbe került. Maróczi nagymester a táblán látható hadállást az amerikai Harry Nelson Pillsbury-vel játszotta, a vele vívott partiából való 1900-ból, Münchenből. Maróczi nagymesternek első látására vesztett partia van, hiszen két gyalog hátrányos, ellenkező színű futós végjáték szemlélői vagyunk. A kibicek már mind azt gondolták, hogy az új csillag Pillsbury legyőzi a másik új csillagot, Maróczit, azonban nagymesterünk egy pompás mentő kombinációval megtalálta a döntetlenhez vezető folytatást. Az állás kulcsa az, hogy a futók ellenkező színűek, ehhez képest le lehet blokkálni a gyalogokat, és a királlyal jól el lehet bújni. Ennek az előfeltétele az, hogy megállítsuk, lecseréljük az F, illetve FE gyalogokat. Következett E6, üt E6, üt E6, futó üt E6. Ezen teljesen természetes lépések után a világos királynak el kell érnie a megfelelő pozíciót. Megtámadta a futót, király E5, a futót meg kell menteni természetesen, elviszi B3-ra, ahol oltalmazza az A4 gyalogot is,
Maróczi király D6-ot lépett, erre következett C4, megvédve a gyalogot. A nagymester ezek után a királlyal C5-re lépett, Pillsbury igyekezik a királyát játékba hozni, ha be tudná állítani gyorsan a B1 mezőre, akkor Maróczi kénytelen volna futóját adni az A3 gyalogért, amely A3, A2, A1 vezérátváltozással fenyeget, ezért húzott világ sötét király F5-öt. Erre jött azonban király B4, menthetetlen volna az A3 gyalog, ha nem védjük a futóval, ezért A3, A2, király A3, király E4, király B2, király D3, és király A1. Sötét nem ütheti le a futót, mert ebben az esetben, hogyha leütné, akkor Maróczi királya patton volna, azaz nem tehet szabályos lépést, viszont sakkban sincs, és ezek után nincs más dolga, mint a futót a nagyátlón játszatja, húzogatja, és az állás nyerhetetlen. És most szeretnénk bemutatni a megelőző műsorunkban közölt feladványnak a megfejtését. A képernyőn látható hadállás egy ősrégi partiból való. A világos figurákat az első hivatásos sakkvilágbajnok Wilhelm Steinitz vezeti, ellenfele pedig egykori német bajnok Kurt von Bardelében. Olasz megnyitás volt a partia, szép tanpélda a fejlődési előny kihasználására. Világosnak gyalog hátránya van ugyan, állás azonban fejlettebb, a királya már elsáncolt, mindkét bástyája a nyílt vonalakon vannak. Ilyen állásban már, hogyha minden figura jól áll, csupán meg kell találni a megfelelő lépést, a megfelelő kombinációt, ugyanis hogyha a figurák jól állnak és az ellenfél állásában gyengeség van, akkor a nyerő kombinációnak egyszerűen benne kell lenni. A feladvány nagyon szép és nagyon gyönyörű kombinációt rejt magában. Ugye bástya üti E7, ez gyakorlatilag az elterelésnek tipikus példája. Ugye leütöttük a huszárt, ha vezérrel ütne, ugye a C8 bástya ott maradna, bástya üti C8-szal tisztforral megnyerni fehér a partit. Ugye két lehetséges változat van, az egyik az nagyon érdekes, király üti E7, ugye, és azt nézzük meg most előbb, ugye király üti E7, erre bástya egy sakk, ugye ez az értelme, megtámadjuk a királyt, ha elmenne ugye F8-ra, akkor a vezér ott maradna védtelenül, úgyhogy király D6 az egyetlen lépés, amire vezér B4 sakk, király C7, bástya C1 sakk, király B8, és vezér F4 sakk után, ugye itt bástya C7 ez egyetlen, amire ugye huszár E6 azonnal nyer. Tehát ez lenne az egyik nyerő, de a másik a szebb változat, ugye, ami a partiban is történt. Ugye ott király F8-at lépte fekete, és egy másik csapdát állított fel, hogyha bármivel ütöm a D7 vezért, akkor bástya üti C1, ugye, C8? A C8 sakról ugye C1-re leütni a bástyát, és valamit talán az elvonalon közben húzunk, és mat lenne. Ezért ugye nem lehet leütni, hanem bástya F7 sakk következik. Ugyanan ugye nem lehet ütni királlyal, mert védi a huszár vezérrel sem, mert ugyanúgy a C8 bástya lógna. Király G8 az egyetlen. Bástya G7 sakk ismét feláldozta ezt a bástyát. Fantasztikus lépés, ugye ha leütné a király, akkor vezérrel ütném, ha vezérrel ütné megint, akkor a C8 bástyát lehetne leütni. Király H8 jött, amire bástya üti H7, ugye király G8, bástya G7 sakk, király H8, ugye most már nincs más, és vezér H4 sakk. Megérkezett, király üti G7, és vezér H7 sakk, és itt fonalas mat lesz, király F8, vezér H8 sakk, király E7, vezér G7 sakk, király E8, vezér G8 sakk, király E7, vezér F7 sakk, király D8, vezér F8 sakk, vezér E8, huszár F7 sakk, és király D7-re pedig vezér D6 mattal, gyönyörű mattal befejezte fehér ezt a szép kombinációt. A partihoz hozzátartozik,
hogy amikor Steinitz a bástya üt E7 után, király F8-szal beadta a bástya F7 sakkot, majd király G8-szal bástya G7 sakkot, Kurt von Bardelében a német bajnok ekkor felállt, ott hagyta a partit, és a teremszolgával küldött egy üzenetet, egy papírra ráírt, hogy aufgegeben, azaz feladva a parti, és Steinitz ezt rendkívül zokon vette, hiszen még nem volt ideje kiszámolni, hogy hogy adja be a 9 lépéses mattot. Természetesen a jelenlévők és a sakktörténelem valamennyi sakkozója értékelte ezt a gyönyörű kombinációt, és mindenki elhitte a nagyszerű kombinátor Steinitznek, hogy látta, hogy tudta, hogy hogyan kell ezt a mattot beadni, csupán még nem tudta kiszámolni, hogy pontosan hány lépésbe is került. Hasonló, nehézségű és rendkívüli szépségű kombináció következik a következő feladványunként. Stílusosan Maróczi nagymesternek egy örökzöld kombinációja, olyan kombinációja, amelyben mindenki azt hitte, hogy ellenfele győzedelmeskedik, a nagymester azonban tovább számolta az ellenfelétől, az olasz bajnoktól. Tisztelt nézőink, a következő megoldandó feladatunkat szeretnék önöknek bemutatni, mivel Maróczi nagymester életét, sakművészetét és pályafutását méltattuk, egy pompás Maróczi kombinációt szeretnénk az önök becses figyelmébe ajánlani. A képernyőn látható állásban Maróczi Géza nagymester vezeti a világos figurákat, ellenfele Olaszország bajnoka. A nagymester idősen vezette már ezt a partit, taktikai látása azonban még ekkor is kifogástalan volt. Mindenki azt hitte, a partinál kibicelő mesterek és nagymesterek is, hogy Maróczi veszíteni fog. Ő azonban egy olyan lépéssel vezetett be egy csodaszép kombinációt, amelyet tisztelt nézőinknek kell megtalálni. Annyit segítségül el szeretnék mondani, mert elég nehéz megtalálni a kombinációt, tehát a nyerést megtalálni, hogy az elterelés, illetve felfedésnek a motívumai ötvöződnek Maróczi nagymester ötletében, és ezen két motívum felhasználásával lehet megtalálni a nyeréshez vezető lépést. Kellemes fejtörést kívánok, viszontlátásra!